Nálunk már egy jó ideje az a szokás, hogy a kommunista érából ránk maradt nagy főtéren minden húsvétkor közösen szenteltetjük meg az ételt. Az asszonyok otthon szépen összepakolják a kosárba a sonkát, sült bárányt, tojást, meg sok más mellette, mellé teszik a pálinkát is, mindenki kimegy a főtérre, ahol megszenteltetik ez a sok finomság, több pap segédletével. Így sorba fel vagyunk állva, egymással szembe két sor, és középen a papok járják a sorokat, és szentelik a ételeket. Aztán azután, mikor megszenteltetik minden, elénekelik a himnuszokat, a magyar és a székely himnuszt, és mindenki hazamegy a szeretei közé, és jó étvágyal elfogyasztják ezt a sok finomságot.